ünnepeljük az ország születésnapját, de a színházak, a színészek világában ez már azt jelzi, hogy lassan kezdődik az évad, el kell kezdeni felújító próbákat csinálni, új darabokat megbeszélni, olvasó próbákat, hogy mi is ilyenkor az igazán történés egy színházban, erről fogok beszélgetni Bakos Kis Gáborral. Hadd mondjam el, hogy Bakos Kis Gábor kiváló színész, most mi mégis igazgatói minőségében faggatjuk, és azt hiszem, hogy most már a tapasztalatok alapján, ami több mint 2 év, könnyebb lesz majd megtervezni a következő 5 évet. Hogy is van ez? Mi a feladata az igazgatónak a színház felé? Az igazgató feladata az egy összetett helyzet, vagy státusz, vagy pozíció, de én leginkább ezt szolgálatként értelmezem. A Győri Nemzeti Színház, mint az ország legnagyobb vidéki színháza, a legtöbb munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottal rendelkezik. Tehát természetesen nem csak ők, hanem adott esetben vendégművészek, vagy a velünk szerződéses kapcsolatban álló partnerekkel is. Hát jó néhány száz emberrel kell találkoznom. És organizálni azt a színházi tevékenységet, ami a Győri Nemzeti Színházat jellemzi, hiszen mi egy 3 tagozatú színház vagyunk, nagyon komoly kötelezettségeink vannak abból kifolyólag, hogy nemzeti státuszú a Győri Színház, és ezen túl pedig nyilvánvalóan a Győri Nemzeti Színház a Győr-Moson-Sopron megyei, vagy az Északnyugat-Magyarországi kulturális életnek egyfajta szervezője, vagy ha szabad ezt mondani, egy kulturális vezérhajója, vagy zászlós hajója. És jó magam is folyamatosan igyekszem ezt a fajta tevékenységet, nem csak kizárólag a színház igazgatására koncentrálni, hanem próbálom egy picit komplexebben értelmezni azt a fajta színház csinálói feladatot, amivel újra megbíztak engem. És ilyen értelemben véve természetesen van egy intézményvezetési része ennek a szolgálatnak. A másik része pedig természetesen maga a színház csinálás, amit én oly nagyon szeretek. Azért itt most hallottunk egy fogalmat, és szerintem sose gondoltunk bele, hogy mitől lesz nemzeti színház egy színház? Az előadó művészeti törvény, amely ugye komplexitásában szabályozza a szférát, az meghatározza, hogy milyen minősítést kaphat egy színház. És ebben az értelmezésben a nemzeti az a legmagasabb minősítés vidéken, ez egy több tagozatú színházat jelent, vagy ölel fel. Nyilvánvalóan nem csak a győri nemzeti színház, nemzeti státuszú színház vidéken, hanem adott esetben a szegedi, a debreceni, a miskolci, a pécsi, illetve a legkisebb testvérünk a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház is. Olyasfajta feladataink vannak, amelyek a többnyire jellemző státuszban működő kiemelt színházakhoz képest plusz feladatot jelent. Ez például a Győri Nemzeti Színház vonatkozásában azt jelenti, hogy operajátszási kötelezettségünk van, úgyhogy nagy büszkeséggel mondhatom azt, hogy például az előttünk álló évadnak az első nagyszínpadi bemutatója, ez egy opera bemutató lesz, amelyben a mi zenekarunk, a mi énekkarunk szolgál, úgyhogy ez a plusz feladata leginkább a nemzeti státuszú színháznak vidéken, a többi kiemelt státuszú színházhoz képest. És tartalmilag vannak kötelezettségei, mondjuk a magyar kultúra közvetítése, magyar szerzők? Magyar darabok bemutatása, kortárs szerzőknek a színpadra, műveinek a színpadra álmodása, magyar kortárs szerzők a színpadra álmodása, az igenis kutyakötelessége, ha úgy tetszik. És a nagy klasszikusok, gondolom, ők sem maradhatnak. Természetesen ki. Ez is hozzátartozik. Uh-huh. A következő évadunk is ezt a fajta szellemiséget öleli fel, igen, hiszen az első nagyszínpadi opera bemutatónk az Petőfi Sándor a Helyiség Kalapácsa című műve alapján létrejött kortárs opera, de közvetlenül utána már Schiller Ármány és szerelme lesz az, amit be fogunk mutatni. És természetesen, hogyha így végighaladunk az évadon, akkor ez mindig egy nagyon fontos dolog, hogy egy meghatározott úton, egy meghatározott színházi esztétika mentén állítsuk össze az évadot, és adott esetben határozzuk meg az elkövetkezendő évnek, vagy igazgatói ciklusnak az előadásait. Tehát van egyszer ez a tartalom. Amellett gondolom a színészekkel kell tudni bánni, mert nem könnyű. Másrészt ki kell őket elégíteni, gondolom, hogy azt is figyelemmel kell kísérni, hogy játszik-e adott színész. Ez így van. Jó magam is 2009-ben végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemen, Kerényi Imre és Huszti Péter utolsó osztályában, és magam is abból a pozícióból indulok, ahogy a színész kollégák természetesen. És mindig nagyon fontosnak tartottam azt, hogy
ne csak a színház műsorpolitikája a nézők kegyét keresse, hanem igenis legyen egy nagyon fontos szempont az, hogy azok a kollégák, színész kollégák, akik az oda kerülésem után 5 hónappal újra, 23 év után újra munkaviszonyban vannak foglalkoztatva. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen a Covid időszakban ez óriási nehézséget okozott nekik egzisztenciálisan. Hát. És most a mögöttünk hagyott, vagy amit kicsit még úgy benne vagyunk, és benne lógatjuk a lábunkat, vagy a fene se tudja, hogy mikor fogjuk tudni kirántani, ebben az energia spirálban is igenis sokat számított az a dolog, hogy amikor a Győri Nemzeti Színház 2023 első 3 hónapjában nem az épületében tudta teljesíteni az előadásokat, akkor a kollégákban megvolt ez a nyugodtság, ami azt gondolom, hogy a magas szintű művészeti munkának egy alapvetése. És természetesen ilyenkor oda kell arra figyelni, hogy meglegyenek azok a fajta ívek, pályaívek, hogy mik azok a szerepek, aminek következnie kell valakinek az életútjában, színészi életútjában. De természetesen ez olyan, mint egy család, ahol az embernek rengeteg gyermeke van, jó magam is 3 gyermekes édesapa vagyok, és vannak azok a pontok, amikor az egyik vagy a másik gyerek egy picit nagyobb kedvezményt kap, de mindig azon van a hangsúly, hogy félig tele van a pohár, nem félig üres, tehát nyilván nem valakit akar rossz helyzetbe hozni adott esetben a színház igazgató vagy a színház művészeti tanácsa, amikor összerakjuk az évadot, a szereposztásokat, hanem természetesen valakit helyzetbe szeretnénk hozni. Úgyhogy ilyen értelemben ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a prózai tagozatnál is meglegyenek ezek a picike ívek. Hát nem könnyű, a fiatal fejlődni tudjon, a régi színész megkapja az élete álmát, vagy éppen a jutalomjátékát. Mennyire nehéz most személy szerint Bakos kis Gábornak igazgatni, vagy egyszerűbb csak játszani? Jó magam színészként abból töltekezem, ha játszhatom. Ha játszhatok, ha színpadon lehetek, és nyilvánvalóan az igazgatásnak meg sokszor vannak olyan részei, amikor ezt a megszerzett nagyon pozitív, töltekezősből merítkező energiát bizony elégeti az ember. Úgyhogy ez egy kettős dolog. Nyilván ezt ügyesen és okosan kell összeegyeztetni. Én amikor oda kerültem Győri Színházba, akkor eldöntöttem, hogy az első évadban nem vállalok színészi feladatot, hiszen szeretném megtanulni ezt a színházat a padlástól egészen a pincéig, szeretném megérteni a várost, szeretném megérteni az embereket, szeretném megérteni a közönséget, szeretném érteni az összes kollégámnak a szándékát, és ezt úgy tudom megtenni, ha a színészi létemet hátrébb húzom, és előtérbe kerül a tanuló, vagy a szolgálni akaró igazgatónak a személye. Ezzel együtt azért engedjék meg, hogy megkérdezzem, hogy most színészként a következő évadban vár valami jó szerep? Van egy szerep, amit tulajdonképpen már megmutattunk egy sajtónyilvános házi főpróbán a belső közönségnek. Ez az operánknak a vándor szerepe, Petőfi Sándor a Helység kalapácsa című vígoperánkban. Ez az a szerep, ami vár rám a következő évadban. Viszont rendezni természetesen fogok a 2023-as 24-es évadban is a Győri Nemzeti Színházban is, és másutt is, és nyilvánvalóan ezt a fajta művészi dolgot, vagy művészi létet kell nagyon ügyesen megfeleltetni az igazgatásnak. És ne feledkezzünk el arról a dologról, hogy a következő évadban, tehát az előttünk álló évadban is jelen lesz most már a Győri Nemzeti Színház életében egyre intenzívebben az osztályom, a MATE Kaposvári Campus Ripoll-Rónai Művészeti Intézetének 3. éves színészosztálya, és nyilvánvalóan ez is nagyon sok kreatív energiát igényel az embertől. Hogy ne, azt hiszem, hogy ez pesdíti a színházi életet, mert ők akarnak tanulni a nagyoktól, hoznak egy új lendületet, így lelkületet van, a színházba. Így van. Úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Röviden, amit tudunk már most, akkor mik láthatók a Győri Nemzeti Színházban a következő évadban? Az első bemutatónk a Kisfaludi teremben a Pénz az égből című előadás lesz, amelyet Kisdomonkos Márk fog rendezni. Szeptember 15-én érkezik a nagy színpadra a Helység kalapácsa, Zakariás Zalán rendezésében, koprodukcióban a Kóperával. Aztán érkezik Schiller Ármány és Szerelem című romantikus drámája, Vladimir Anton visszatér hozzánk, ő egy bukaresti kollégánk, barátunk. Aztán decemberben érkezik a színház
a Valahol Európában című musical Bozsik Ivett rendezésében, akivel az első kaposvári osztályunkat tanítottuk, és nyilvánvalóan nagyon szoros szakmai kapcsolat fűz hozzá. Ez a decemberi bemutatónk, aztán a tavaszi időszakban nagy színpadon látható lesz Szerb Antal 7. Olivér, Képtelen királyság címet viselő színpadi ősbemutatója ennek a darabnak, és aztán az évad végén nagy színpadon érkezik a Riviera vadorzói, egy Broadway musical, a filmből íródott ez az előadás, és azt gondolom, hogy ez bizonyára nagy sikert fog alatni a közönség köreiben. És lesznek még kisebb léptékű bemutatóink, az egyik a Hárman a padon, ez a Kisfaludi teremben lesz, ez Bende Ildikó kolléganőmnek egyfajta jutalomjátéka, Maszlai Istvánnal és Rupnik Károllyal egyetemen, ők hárman fogják játszani ezt a történetet, jó magam rendezem. Ja, és ne felejtsük el a Csiki Gergely Búborékuk című darabja, Kubik Annával és Csankó Zoltánnal a főszerepben, és akkor, ahogy említettem, a Hárman a padon lesz egy kisebb léptékű bemutatónk, a Kisfaludi teremben lesz egy Mrozsek Striptease című előadás a Padlás Színházban, amit odaérkeztemkor Győrben újra nyitottunk. Ez egy nagyon picike, intim tere a Győri Nemzeti Színháznak. Kiváló kollégám Sárközi József és Fejszés Attila volt osztálytársam, játsszák majd ezt a szerepet Zakariás Zalán rendezésében szintén, és természetesen, mint minden évben, a páratlan sikert arató ifjúsági bérletünk, a suli bérlet, a Vilkor suli bérlet, az pedig három bemutatóval érkezik ebben az évadban is. Az elsők Szell Attila rendezésében is az ő írásán alapulva a Tűzön vízen át, ez megint Petőfi Sándornak igyekszik és Arany Jánosnak emléket állítani ez az előadás, hiszen Petőfi 200-es évünk van. Aztán lesz még egy Pincér Frakuczai Cicák című bemutatónk. Szabó Sebestyén László érkezik a Nemzeti Színházból rendezni ezt az előadást, és lesz egy ősbemutatónk, ez pedig Hedri Mária Virtuália című darabja, amelyet Mozart Bence, korábbi növendékem, aki a Győri Nemzeti Színház társulatának a tagja, ő fog rendezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen ropogós, izgalmas, telvéli, derűvel, humorra, zenével, és hát nyilván azoknak a nagyon fontos követelményeknek pedig igyekszünk megfelelni, amikor operát kell játszanunk, kortárs operát álmodunk színpadra, nem győzöm ezt elégszer aláhúzni, hogy egy kortárs víg opera a Győri Nemzeti Színház első bemutatója, és aztán onnantól kezdve pedig jönnek a magyar, vagy a világirodalom klasszikusai, természetesen kicsiknek nagyoknak. Gazdag a kínálat. És zenével és humorra. Úgyhogy kedves nézőink, feltétlenül látogassanak el időről időre a Győri Nemzeti Színházba. Én pedig nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, jót beszélgettünk, és várjuk vissza, hogyha olyan esemény van, hogy érdemes megmutatni. Legyen így nagy örömmel, és ne felejtjék a kedves nézők, hogy Budapest és Győr között egyetlen órácska csak a különbség, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki mondjuk Budapesten felkerekedik, és eljön a Győri Nemzeti Színházba.